Hello Lucy, ezek Sirius, ez pedig nem más, mint a Minecraft Story Mode második évadának első epizódjának első része. Bevallom őszintén, teljesen egész életet éltem volna abban az esetben is, hogyha ennek soha többet nem látunk folytatást, azonban a Microsoft házatáján valószínűleg máshogy gondolták ezt a dolgot, vagy a Telltale-nél, vagy én nem is tudom igazából, hogy pontosan kitalálta ki, hogy ebből jó lenne még egy adag, mert nyilván nem csak egy érkezett, azonban megtörtént. És ha már megtörtént, többen jeleztétek, hogy tudok-e róla, hogy van. Igen, tudok, elő is rendeltem, nyilvánvalóan nem tudtam azonnal kirakni róla a videót, annak ellenére, hogy szerettem volna, viszont, hogy őszinte legyek, már mostanra úgy felhúzott, hogy azt így nem nagyon tudnám így nektek megfelelően leírni, ugyanis az a helyzet, hogy kitaláltak egy rendszert, ami kell ahhoz, hogy az eddigi döntéseid eredményeit hordozhasd magaddal. Számítanak-e az eddigi döntéseid eredményei? Valószínűleg nem. Befolyásolják-e a sztorit? Nem igazán. No, akkor kinda azt, hogy így kivel maradsz így a végén, vagy hogy éppen milyen színű páncélod, vagy ezekbe talán beleszól, de amúgy egyébként nem nagyon. Viszont, ha már van egy ilyen lehetőség, akkor hát nyilvánvalóan csak élne vele az ember, vagy legalábbis én nagyon szívesen élnék vele, és ehhez kell belépni a Telltale accountunkba. Woohoo! A Telltale accountban az a jó, hogy elfelejtettem nyilvánvalóan a jelszavát. Hogy nem. Ami alapvetően nem probléma, hiszen meg lehet változtatni ezt a jelszót. Meg is változtattam, méghozzá mutatom. Sign in, bla bla bla, forgot your password, és akkor elküld egy e-mailt, bla bla bla. Tudjátok, hogy ez egyébként működni szokott. Oh boy. Megváltoztattam a jelszavamat, megpróbáltam belépni a játékon belül, nem sikerült. Oh, biztos nagyon biztos idióta vagyok, és nem sikerült megjegyeznem azt, hogy mire változtattam meg a jelszavam, úgyhogy nekifutottam még egyszer, és azzal sem sikerült belépnem. Úgyhogy már egy kicsit pánikba estem, hogy lehet, hogy valami baj van. Úgyhogy ellátogattam a honlapra, ahol egyébként szintén be lehet teltél valami accountba. Szintén be lehet lépni méghozzá ott, ahol megváltoztatom a jelszavamat, tehát hogy az a jelszó, az elméletileg ez a jelszó lenne. Ott be tudok lépni, azonban a játékon belül nem. Egyébként semmi baj nincs, mert valószínűleg csak valami kis technikai probléma lassan frissít be a játék, ami nyilvánvalóan teljesen érthető, hiszen igazából frissen változtattam a jelszót szerdán. Most péntek van. Szóval ez alatt számoljuk 3 napnak. 2,5 nap alatt nem sikerült befrissíteniük az egyik tároló, tehát az egyik helyen, ahol tárolja a jelszót, és a másik hely között, ahol tárolja a jelszót. Ez igazából egy olyan erős indítás, hogy innentől kezdve már annyira jónak kell lenni ennek az epizódnak, hogy ne tiltelják ki rajta a rákba, hogy azt így el nem tudom mondani. Mert alapvetően nincsen semmi baj ezzel, ha kitalálnak egy rendszert, ami működik, az tök jó. De ha köteleznek egy rendszerre, ami az ő részükről nem működik, azt nagyon rosszul viselem. Szóval, mint ezt említettem, itt is 5 epizódja lesz egyébként ennek a dolognak. Ugye nyilvánvalóan ebből az első van, első érhető el, és a többi pedig majd a későbbiekben fog valószínűleg érkezni. Ezek ilyen pretty gyorsan egyébként ki szoktak jönni, mondjuk egyébként annyira nem gyorsan, mint amennyire rosszak általában, de végül is mindegy, és most azt megpróbálom elolvasni, körülbelül miről szól. Szóval az a lényeg, hogy Jess és a régi barátait így különböző irányba húzzák gyakorlatilag azok a kötelezettségeik, amiket meg kell csinálni, és egy különleges Prismarine Gauntlet kesztyűt fedeznek föl, amelyik a hősünket elvezeti egy teljesen új világba. A veszély és a misztérium teljesen új világába vezeti el, de igazából mindegy, szabadon fordítottam. Őróla tudom kicsoda, őróla pedig nem tudom kicsoda, de pff,
majd kiderül. Szóval az a lényeg, hogy nem, kalandozni fogunk, de remélem előtte lesz nagyon sok kellemetlen beszélgetés. Ja, Isten, miket fecsegek? Már egyszer elkezdtem egyébként ezt a videót felvenni. Pontosan tudom, hogy lesz előtte egy csomó kellemetlen beszélgetés. Tudom, hogy egyébként az első pár szót kitakarja a feliratból az én. Ah, de ez nem a legeleje. That ain't no the legeleje. Hogy tudnék esetleg egy új mentést intézni? Na, ezt bezzeg megígyezte. Van előtte egy csomó izgalmas beszélgetés. Okay, continue. More options. Restart. Jaj, nagyon jó, nagyon jó. Nem is rejtettétek el nagyon. Ígyni. Igen, azért hagytam abba az előző felvételt, mert konkrétan szaggatott a játék. A gépen belül próbáltam felvenni, most én ugye általában úgy rögzítek, hogyha videót rögzítek és nem streamelek, hogy kiátszom egy másik gépre. Tehát, hogy konkrétan egy külső. Mindig is nagyon tetszettek azok a történetek, amikor a hős nem tudta azt, hogy hatalmas dolgok fognak jönni. Azt hitte, hogy teljesen normális lesz az ember, akivel semmi nem történik soha. Megint szabad fordítás. Csak egy halom gyerek egy faházban. Igen, ez a faház pretty dope. De amikor a katasztrófa beütött, és mindenféle szörnyek támadtak, akkor kiderült, hogy a bárkiből lehet hős. És mindenféle világokat utaztak keresztül, és szörnyekkel harcoltak, akadályokat küzdöttek le, és feláldoztak dolgokat, de aztán sajnos elváltott a felirat. És együtt dolgozva igazából bármit le tudtak győzni, ez tökre igazából csak körülbelül gondolom, hogy mit mondanak. És ebből köszönhetően az egész világon ők lettek a leghíresebb emberek. És az ismeretlenbe kalandoztak újra és újra. És ez az öt barát, meg a legbátrabb malac, aki egyébként meghalt, az egyetlen egy megható része ennek a játéknak. Bla 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 bla. What part are we at? Am I being awesome? We thought it was great, Lucas. Although, not always. Szóval Lucas azzal töltötte az elmúlt időt, hogy leírta a sztorit. Ő így próbál meggazdagodni, kiadja a mi sztorinkat könyvben. Igazából ezzel nyilvánvalóan nincs semmi probléma, viszont egy kicsit itt-ott elhúzta, hogy sokkal színesebb legyen a dolog. Nyilvánvalóan ez a mi érdekünk is egyébként, mert így sokkal szórakoztatóbb lesz a könyv, viszont inkább én a mondó vagyok, hogy kicsit vejünk vissza az arszunkból, barátom, jó? Csak azért bőrcsek itt van, még nem vagy minden. I had been hoping to have it ready to read at Founding Day, but next year. Sajnos nem készült el a Founding Day-re, amire emlékezem ki, micsoda, de majd jövőre elkészül. És hogy egyébként pedig, jaj, tök jó, meg mennyi munka van benne, nagyon király vagy srác. Nagyon király vagy srác. Könyveket írni, kalandok, egyébként ez tényleg nem annyira egyszerű, úgyhogy ez most tök ironikusnak hangzott, de egyébként tényleg. Na, ugye alapvetően próbálom folytatni azt a policymet, amit az eddig végigjátszásban mutattam. Magyarán, hát igazából megpróbálom a legkedvesebb, legaranyosabb válaszokat adni mindig, csapatszellemet támogatni, blablabla. Visszaérkeznek azok, akik éppen nincsenek itt, és akkor őróluk is tud írni majd egy bekezdést. Jesse, your intern. A gyakornok. Ő a gyakornok. Oh, gosh, wow. I didn't know all of you would be in here. Olivia. Hello. Axel, sir. Lucas, sir. De Isten, de idegesítő vagy, te jó Isten srác. Mit csinálsz egyáltalán? Jó, nem kell elnézést kérned. Jó, tételezzük fel, hogy nem kell elnézést kérned. Csak hagyd abba az idegesnek létet. Idegesítőnek létet. I mean not sorry. So, what's up? I got a message from Petra that she's on her way to the mines. For that adventure you scheduled, if you hurry... Scheduled? Okay, szóval beraktunk így a naptárunkba egy adventure-t, amire Petra már így el is ment, és én is nagyon-nagyon szeretnék menni,
meg a többiek is nagyon-nagyon szeretnének menni, viszont a Founding Day-en van egy csomó dolog, amit csinálnunk kell. It's okay to be. Szóval, szóval itt a, ott tartunk a történetben, amit írt is egyébként a játék, hogy széthúznak minket a kötelezettségeink. Nagyon kellemetlen. Nagyon-nagyon kellemetlen a szituáció, nem mehetünk együtt. De egyébként, amikor így képzeljétek el, amikor így a Google naptáratokba így beraktok gyakorlatilag egy tételt, hogy adventure in the mines. Megyünk a bányába adventure-ölni. Azon gondolkozom, hogy hogyan lehetne gyerekbarátabb ez a végig egyszer. Meg nem károkodunk, ez voltak a gyerekbarát. Srácok! Legyetek kritikusak, jó? Tehát, hogy nem kell mindent elfogadni azért, mert Minecraft. És így már is gyerekbarát lett a cucc. Over in Redstonia, we're a little lighter on the explosions. I helped Elgard engineer an excellent new music machine for the evening ball. Ők itt terveztek ilyen Redstone dolgokat, meg készítettek egy csomó mindent, amit majd ki lehet állítani. Nyilvánvalóan pont, mint egy oh-oh. Yeah, this has been great. Jó, hiányoztok, ez ilyen nagyon kedvesnek tűnik. You're gonna make me sad. És a válasz alapján is kell. Elszomorít az, amikor azt mondta, hogy hiányoznak, majd hátat fordított és elsétált azonnal. Nem sétált. Elsétált. Csak nem sétált messzire. Kinda elsétált. I am just the luckiest. Yeah? Oh yeah. Getting to work with you, hanging out with the orc. Általában egyébként, mikor elkezdik kírogatni ezt a Telltale Presents, meg minden ilyesmit, általában olyankorra már történt valami akció, úgyhogy valószínűleg nagyon-nagyon erős indítás lesz ez most. De itt most nem fog történni akció. Viszont egyébként egy szava sem lehet senkinek, ugyanis ugye nagyon-nagyon sokat változott a játék azóta, hogy kijött az első epizódja a Minecraft Story módnak. És egyértelműen lehet látni, hogy ők is adoptálták ezeket a változásokat. Vannak papagájok. Nagyon kritikus vagyok én ezzel a kapcsolatban. Igazából írjátok meg a komment szekcióban, nem kéne ennyire kritikusnak lennem. Csak nyilvánvalóan alapból berakott így a hangulatba az, hogy szerda! Szerda, csütörtök, péntek. Ennyi idő alatt nem sikerült a rendszernek befrissíteni a jelszalmat. Ja, egyébként ezt nem is mondtam, hogy van egy módja annak, hogy a régi döntéseidet újra meghoz, és ezzel gyakorlatilag importáld az előző mentésedet. Viszont ennyire nem volt az jó, hogy azokat még egyszer meghozzam. Meg amúgy nem is emlékszem rájuk, úgyhogy hagyjuk a rákba az egészet. te nem szeretsz felfedezni, mert túl veszélyes. Okay, szóval Petra vár minket a bányánál, viszont valószínűleg az emberek nagyon-nagyon örülnének annak, hogyha segítenék felszetapolni inkább az ünnepet. Nyilvánvalóan mind a kettő extrém izginek hangzik, főleg felszetapolni az ünnepet, úgyhogy én amondó vagyok, hogy akkor inkább menjünk. Veled lehet beszélgetni? Look at it! I bet one of those would look awesome on the order hall's front lawn. Hát egy öröm lesz ebben. Hogy elteleportáltál a rágba? Oké, próbálj meg itt átmenni. Nézzük meg, hogy itt miket lehet meg. Egyébként hol van egyáltalán a bánya bejárata vajon? Ez már nem egészen olyan ez a... Jéé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  yeah, szava! Na ő forma! Ő az egyik legnagyobb forma a játékban. Beköltöztél a... Beköltözött ő is a faluba. Te megbezzeg itt vagy az összes beszélgetésemnél. A kapcsolati hálómra fáj a fogad, mi? Akkor is legyél itt, amikor keresek valamit, ne csak akkor, amikor... Ezért beszélget valakivel. Fontosnak tűnik. I really want to make like a good first impression, you know? Which I thought might be helped if my front yard had a statue by the one and only Jesse. Not sure if I have time, but I'll see what I can do. Hey, this is going to be so cool. Okay, most rólam akarsz egy szobrot építeni, és azt akarod, hogy én is segítsek? Nem csak azt akarod, hogy segítsek, hanem segítenem is kell. Jó, nyomogatni kell a kút. Mindegy, építek magamról egy szobrot, teljesen mindegy.
játékmechanika. Wow! Én vagyok Jesse, nem? De én vagyok Jesse. Most, most pixelről pixelre tényleg meg kell építenem magamat? Mert hogy igazából nincs hozzá. Nincs hozzá igazán kedvem. De ez egy tök új játék, Manika, ez tök jó. Most nekem... Most tényleg valami menőt kell építenem? Nem szeretnék... Mert hogy így megépíteni egy egész skint, azért az... Az érezze... megvan. Ilyen nagyon pixelártosra veszem a vonalat. Vagy ilyen eléggé ártosra veszem a vonalat. És csak a... Nagyon jó, ez így nem lesz annyira egyszerű, oké? Okay. Csak a főbb színeken megyek végig. És mert utána valószínűleg én szavazok, hogy melyik szobor a legjobb, ezért értitek, akár még nyerhet is. Nincs nagyon sok színünk, azt kell, hogy mondjam. Ez a sötét barna, ez itt nem annyira sötét, mint... Mennyire építhetek vajon magasra? Oké, kéne fekete. Jó, nincs fekete, akkor hogy építsem meg magamat, ha nincs fekete? Ez szomorú. Jó, akkor legyen kék. Nyilván ez nem fog sokat segíteni abban, hogy ezt meg tudjam építeni. Fekete kellett volna. Jó, halvány elképzelésem sincs, mit csinálok. Mert azt tudom, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát az meg van, hogy mit szeretnék csinálni. Az nincs meg, hogy mit csinálok. Újni. Jó, nagyon jó. Ez lesz a felső testünk. Igazán lehet, hogy tökre félreértettem, és nekem kell építeni. Tehát, hogy tőlem és nem pedig rólam kell építeni ezt szobrot, de bevallom őszintén nem figyeltem annyira. Szerintetek mennyire tudok magasra építeni? És Sanda, gyanúm, hogy azért annyira nem. Jó, úgyhogy visszatérünk a barna. Elfogyott a barna! Vörös lesz a fejünk. Jó, és nem is tudok ennyire magasra építeni, nagyon jó. Jó, ez az egész koncepció nem működik. Nonsense. És most egyesével kell törölni, jaj, ne már! Nagyon jó. Ez nekem tetszik is, mehetünk. Tökéletes. Ez egy sütemény. Így van. Ez bizony maga csodálatos munka. Az a helyzet egyébként, hogy valószínűleg ez van a sztárokkal is, de egy idő után már igazából mindegy, mit csinálsz, mert senkit nem érdekel. Kind of reminds me of Petra back in her early days. Speaking of whom, you said she's waiting for me at the... Mineshaft. Mineshaft. Na, egyébként az internünk össze akar jönni a csajjal. Azt kell, hogy mondjam. Jó, nézzük meg egyébként. Nézzük meg azért, ha már itt vagyunk. Look at it! Oh, kis kutya! Leave Jesse alone! Hello there, Jesse. I was wondering when we'd run into each other. Hello. Oh, ez is felkérték a videóst a hanghoz. Yeah, and I can't believe how many people are here. Well, it's so great to see you. We need to hang out. Oh, én biztos, hogy nem küldenék el egy kölyök kutyát. Az egyszer tuti. Kértem, mondjuk rágja. Ma megint itt vagy. Oh, wink. Here, Jesse. Give him a bone and he'll calm right down. Tessék. Megkapod mind a hármat. Pet! Pet! Oh, hello! Hello, little fellow! Hát, hello! Ah, meg kell bennem, nem vagyok ennyire lelkes a kutyákkal kapcsolatban. Egyáltalán nem vagyok ennyire lelkes. He likes you! Yeah, he likes you! Persze, mert megetettem csonttal. Istenem, mi lett volna, ha megpróbálunk enélkül összebarátkozni? Ha lett volna benne valódi munka, kihívás!
but you should come and see what we're working on because it's pretty cool. Ja, teljesen biztos benne, hogy tök rá vagyok foglalva mindennel, ami tök igaz, mert mindenhova süti alakú szobrokat építek. Viszont meg kéne nézni azt, amin dolgoznak, mert hogy nagyon király. Ó, ne, arra mennek, én is futok, nézzétek, hogy szalad! Ó, a papagájok! Ruben Memorial. Ó, such a sweetie. Egy kicsit, nekem nem szimpatikus, hogy egy ekkora emlék van neki építve. Bizony, Ruben amazing volt. He saved us all. Egyébként sajnos, az a pont, amikor meghalt Ruben, az minket is majdnem megsiratott. Nagyon izgatott lenne Ruben, hogy mennyire menő most a Beacon Town. What are you doing here? Oh wow, this is actually perfect. For Founding Day this year, we're picking a pig to play the part of Ruben on the float. Oh, that's really cute. Right? Annyira kellemetlen ez az egész beszélgetés egyébként. Szóval most éppen malacot választunk, hogy melyik malac játssza majd Rubent valami színdarabban. Thank you so much. Alright, let's see him. Ugyanaz mindegyiknek a textúrája. Ugyanaz mindegyik malac. Egyik sem Ruben. Smushy cute cheeks. And Lord Von Thunderpork the Sixth. Oké, megvan, melyik megvan, melyik nyert. Lord Von Thunderpork the Sixth. Ez szerintem zseniális. Egyik is aranyos. Pont ugyan, hogy néz ki, mint a többi, de neve awesome. Itt mindenki sziopata. Egyébként már hogy nagyon-nagyon szívesen ráengednék egy pszichológust erre az egész játékra. Meg magamra is utána egyébként. Mindenféleképpen szükségem lesz rá, de hogy nagyon-nagyon szívesen ráengednék egy pszichológust. Erre az egész játékra. Ugyanúgy tudjátok, mint amikor régen ráengedtek a Micimackóra. Ugye Micimackóra is ráengedtek, és akkor így megállapította, hogy mit tudom én, ilyen baja van, olyan baja van, ennek ez a baja, ennek az a baja. És nyilván egy is volt normális. Oh, Jesse! Wow! Hi! Just checking out my latest build from the ground. I'm worried it doesn't, you know, fit. Aha, egy repülő hamburger, pont így néz ki, mint egy Minecraft szerver. Is it the appropriate aesthetic addition to the tableau that... Hogy a rákba kerültél te oda föl? How'd you even get up there? That's like really high. Not that high, mint a menő csaj pár házzal ezelőttről, de azért elég high. Okay then, we'll just leave you to it. Is he okay? No, I don't think so. Jó mulatás, srác. Egyébként szerintem nagyon menő a hamburger zeppelined, úgyhogy... Mineshaft? Jó, na, mit építetek? Hello, Jesse. I am telling you, Stampy. It needs to be pumpkin pie. But cake is the best, and I would know. I have it every morning for breakfast. There's some sort of problem. Minden reggel tortát reggelizik. Attól kövér leszel nagyon hamar. Utána néztem egyébként, hogy milyen diétával lehetne így elkezdeni fogyni. És akkor, amit találtam először, jó, ez nem ideál, úgy biztos, hanem valami YouTube videóra rákattintottam. Az első így... Not everyone likes cake, Stampy. Oh, that's a wonderful idea, but we don't have enough ingredients. It's true. Here, you should just take the ingredients and decide for us. Nagyon jó, most lecraftoltam én. Nagyon jó. És akkor így tudjátok, így rákattintottam videóra, és akkor az első tanács, hogy ne igyál többet sört, és így hopp, engem elvesztettél, köszönöm. I don't have a ton of time, but I bet they'd be super surprised by that. Most hova kéne mennem ahhoz, hogy csináljunk mindent. Crafting receipt, nagyon jó. Pumpkin pie. Kék. Senki kéket. Jaj, nekem kell craftolnom. Ah, Istenem, a középkorban. Viszont azért körbe kéne nézni, hogy... Körbe kéne azért nézni, hogy pontosan mit is kell csinálni ahhoz, hogy szerezzünk még nyersanyagot. Mert hogy most lekraftoltam a tortát, az egy dolog, de hogy mi is a másik?
sugár, nagyon jó. Kell még egy tojás, meg kell még sugár. Ez nem annyira sok, ezt nem lehet annyira sok beszerezni. Hol? Láttam valahol cukornádat. Ott vannak a ott lesz a tojás. És szerintem a jobb kéz felől láttam cukornádat. Úgyhogy tudjátok mit? Legyünk kedvesek! Meglepjük őket! Ezen nem múlik! Meglepjük őket! Hey, an egg! Maybe that'll help me settle Stampy and Stacy's little disagreement. Excuse me, ma'am? Madam, thank you. Elnézést kértünk a csirkétől. Én nagyon adom ezt a vonalat. Nagyon-nagyon adom ezt a vonalat. Jó, és akkor kell még szerezni cukrot. Ami valahol... Jaj, de jó Isten! Ne futás! Ha így sikít, akkor fussatok. Ez nem... Jó, ezt a gondolatot most ne gondoljuk tovább. Szóval ha így sikít, köszönés helyett, akkor fussatok. Mindig nagyon rendben van az irányítás, hála az égnek. Aki hol van cukornád? Tudom, hogy valahol láttam. Egy nem már. Valahol láttam cukornádat. Ott van! Úgy még egy pár kamera nézetváltás, és igazából minden tökre jó lesz. Punch it! Just what I need to help Stampy and Stacy. Így van, lehetünk is. A Istenem, de... Oké. Tehát amikor először megnyomtam abba az irányba a gombot, akkor nem, tehát így nem mozdult. És aztán fel kellett engedni, és meg kellett nyomni még egyszer. Egyszerűen tényleg nagyon-nagyon primán rendben van egyébként a... az irányítás. Szóval kell egy ilyen... nem. Elnézést, ez mégse kell. Kell egy ilyen. És akkor abból csinálunk cukrot. Nagyon jó. És akkor kell cukor, só, meg minden mi jó. És akkor a pindur-pandurok végigjátszák helyettünk ezt a játékot. Úgy, viszek nekik mindent. Tehát most egy szavuk se lehet. Na, srácok, így kell vezetni egy falut. Szeretnének valamit? Give both. He said cake, she said pie, and I said, why don't we just have both? Woo! This is very surprising. Yeah, that's awesome. How did you do that? Egyszerűen menő vagyok. Meg egyébként tenném az egész falu. Tehát így fogtam, azt lepattintottam így a cukornádat valakinek a cukornád ültetvényéről. Yay! Micsoda posztereket izé photoshopoltatok. Hé, ki mondta, hogy eszünk? Ájjá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 jj
a bányában. Jó, mindenki high five volt mindenkivel, mehetünk már! Bye, faggot! Megint ugyanaz. Ha még a... nem érzi azt, hogy vége van a videónak, akkor már megnyomod, akkor utána nem fog tudni elindulni. Azok, az mennyire zsírul nézhet neki. Annyira nem néz ki végül zsírul, de mennyire zsírul nézhet neki. Huh. What a lovely garden. Uh-huh. Nekem is pont a lovely garden jut eszembe. Menjünk oda a sikító csajhoz, megkérdezzük, hogy mi van, mi baja van. Hello, what's up, fella? Mizu? Fanger, high five! High five! Nate, you're my hero! Yes, yes I am, yes I am! Na, tettál volna valami kaját ingyen, vagy ilyesmi. Csekkány! And here we are at the mines. Így van, ami igazából a főtér közepéről indul, és egyébként valószínűleg ezzel is érkeztünk ennek az első epizódnak a végéhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartotok, abban az is, hogy tetszett, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, és körbenézni amúgy a csatornán, ugyanis vannak tartalmak, amiket mindenféleképpen tudok ajánlani. Nem tudom, hogy mit fog tudni megvágni, úgyhogy most nem kezdek el így. Don't worry, minden rendben lesz. Ne, elmegyünk még addig, hogy leérjünk
leérjünk a bányába. Ugye én most jelenleg éppen nyaralok, úgyhogy ez most egy ilyen misztikus dolog, hogy nyaralok is, meg videó is van. De utána pedig lesz mindenféle, de a nyaralás ideje alatt is lesz pár videó, úgyhogy ott sem feltétlenül kell azon aggódni, hogy esetleg ne lenne content. Szóval még egyszer nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Az akartam mondani, hogy a link a leírásban, de mihez? Nincsen.